Bácsalmás városa különös természeti szépségű délalföldi tájon, Budapesttől 195 kilométerre, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben található. A szerb-magyar határszakaszon Bácsalmás-Bajmok között személyforgalmi határátkelő helyen rendelkezik. Bácsalmás város járási központ, még 9 település tartozik hozzá, Bácsbokod, Bácsborsod, Bácsszőlős, Csikéria, Kumbaja, Madaras, Mátételke, Katymár és Tataháza. A térség kiváló mezőgazdasági termőterület. A napfényes órák száma meghaladja az országos átlagot. Bácsalmás egy dinamikusan fejlődő, élettel teli élhető kisváros. Lakossága 6665 fő. Bácsalmás egy tiszta levegőjű város. Szeretem Bácsalmást, mert jó itt élni. Minden gyalog távolságra van. Szép környezetben, jó levegőn biciklizhetek és sétálhatok. Ilyenkor gyakrabban tudok találkozni ismerőseimmel, családommal. Bácsalmás csendes, biztonságos város. Szeretem Bácsalmást, mert nem kell izgulnunk reggelente, hogy időben beérünk az óvodába, iskolába, munkahelyünkre. Gyermekeinket elmerjük engedni egyedül, mert könnyen, gyorsan és biztonságosan közlekedhetnek a városban. Bácsalmás egy igazi közösségi város. Szeretem Bácsalmást, mert ez az otthonom. Itt vannak a barátaim. Ebben a városban rengeteg sporteseményt, illetve közösségi eseményt rendeznek, amelyen szívesen részt veszünk. Szeretem Bácsalmást, mert számos sport közül választhatok, én versenyszerűen teniszezek, szeretnék híres teniszező lenni, ezért nagyon sokat edzek és mindent beleadok. Bácsalmás egy zöld város, ahol minden évszakban van lehetőség a kikapcsolódásra. Szeretem Bácsalmást, mert ilyen szép természeti környezetben töltöttem el a szabadidőmet a családommal, és az ünnepek alkalmával ilyen szép helyeken találkozhatok a település többi tagjával. Bácsalmás és térségében a meglévő cégek folyamatosan fejlesztenek. Árbevételük az elmúlt időszakban megduplázódott. Nagyon jó a kapcsolatunk a polgármesterrel, illetve a településen. Nagyon sok vállalkozó dolgozik be nekünk, és nagyon jó minőségi munkát végeznek. Nagyon fontos, hogy helyből választjuk a vállalkozóinkat, amilyen munkára lehet, illetve az, hogy a dolgozóknak a nagy része is a környező településekből kerül ki. Mi is egy mezőgazdaságra alapuló vállalkozás vagyunk. Ugye ez használ mindenféle gépipari eszközt, különböző szakmunkák ellátására van szükségünk, úgy mint ugye villamos, lakatos, egyéb szakirányú munkavégzések. A Bácsalmási Agráripari ZRT 70 éves múlttal rendelkezik, több mint 200 főt foglalkoztatnak. Tevékenységének alapja a nagy volumenű állattartás, amely elsősorban a saját takarmánybázisra épül. A Bácsalmási Agráripari ZRT 100%-ban magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás. Több mint 200 családnak biztosítunk munkalehetőséget itt Bácsalmást és a környező településeken. Tevékenységünk alapja a nagy volumenű állattartás és a szántóföldi növénytermesztés. Állattartásban ugye a sertés a fő csapásirány tevékenységünkben. 3300 dámbret genetikájú kocával termelünk évente 110 ezer darab 30-35 kiló közötti malacot a Bonafarm csoport számára. Az önkormányzattól ugye kiváló a kapcsolat. Egymással együtt dolgozva, a térség érdekeit szem előtt tartva működünk, amikor ugye munkaerő hiánnyal küzdködünk, mert azért az állattartás az egy igen nagy fluktuációval bíró ágazat, akkor az ő segítségüket is kérjük gyakorlatilag.
de azt gondolom, hogy csak pozitív dolgokat tudok elmondani az együttműködésünkről. Most vettem át május elején a támogatói okiratot egy 2000 tenyészkocával működő sertéstelep építésére, úgyhogy véleményem szerint szeptemberben el tudnak kezdődni a kivitelezői munkálatok, és amikor befejeződik, a telep újra 30 családnak fog hosszú távú megélhetést biztosítani. A Kéni Gépgyártó Kft. Szoros kapcsolatban áll az önkormányzattal. A cég 1990-ben alakult Bácsalmáson zöldmezős beruházásként indult. A folyamatos fejlesztés eredményeként gyártásuk jelenleg 5000 négyzetméteren zajlik. Tevékenységük egyedi és kisszériás forgácsolt és lakatos alkatrészek, illetve különféle váz szerkezetek és burkolatai gyártásából áll, igény szerinti anyagminőségből. Bácsalmás város önkormányzata kedvező vállalkozási feltételekkel, vállalkozási kedvezményekkel, gyors ügyintézéssel könnyíti meg a Bácsalmás közigazgatási területén történő működést. Maga vállalkozás elkezdéséhez, illetve ennek az alapításához, ennek a papírmunkáiba az önkormányzat rendkívül nagy segítséget tud nyújtani, rendkívül jó szakembereket alkalmaz, és az első lépéseket végig tudja kísérni. Most jött el az az időpillanat, amikor itt a déli határ mentén, illetve a déli végeken elindulhat a fejlődés, potenciálisan itt a lehetőség, hisz van egy határátkelőnk, munkaerő ellátásba is ez igen nagy segítséget jelent. Ugye mi egy kisvárosi környezetről beszélünk, nyugalom, béke honol a mi környékünkön, minden a közelben van, tehát nem kilométereket kell utazni egy boltba, vagy az orvoshoz, vagy a bölcsödébe, vagy az óvodába, vagy iskolába, sőt, középszintű képzésünk is van, hisz Bácsalmáson egy gimnázium, egy igen jó működő gimnázium van. Én itt születtem Bácsalmáson, én elfogult vagyok, én itt tudom csak elképzelni az életemet. Bácsalmás város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy új munkahelyek jöjjenek létre településünkön, illetve a meglévő aktív vállalkozások is tovább fejlődjenek. Jelenleg 6% a munkanélküliség Bácsalmáson, hogy ez az érték tovább csökkenjen, zöldmezős beruházásként gazdasági övezetet, iparterületet hoztunk létre, illetve egy új üzemcsarnokot is építettünk. A Kumbajai út kivezető szakaszán a bácsalmási vasútállomáshoz közel található az iparterület, mely 13,6 hektárnyi területen 11 darab különálló, bérelhető parcellával nyújt a cégeknek letelepedési lehetőséget. Az egyes parcellák külön-külön is megközelíthetők és közművesítettek. Az iparterülettől az M6-os autópálya 55 kilométerre, az M5-ös autópálya 78 kilométerre, a Nemzetközi Bajai Országos Közforgalmi Kikötő 36 kilométerre található. A vasúti közlekedés szempontjából jelentős, hogy Bácsalmáson át Szabadka felé tervezik majd az új vasútvonalat, 160 km/órás pályasebességűre fejlesztik. Bácsalmás sok szeretettel várja Önt és kedves családját, akár kirándulóként, letelepedőként, vagy befektetőként. Bácsalmás a mi otthonunk!